Na mi újság van veled? Már figyelj, már forog. Semmi. Gázoli barátommal jöttem, bemutatnám nektek Gázolit. És hol van a barátnőd? Azt jelen pillanatban nem tudom, de a Gázolival érkeztem, mert vele forgattam a legújabb videóklippemet. Én úgy tudom, hogy nincs barátnőd. Most ez igaz vagy nem? Honnan tudsz ilyet? Facebook. Mit csinálsz a Facebookomban? Én azt láttam, hogy egyedülálló, aztán újra kapcsolatban. Ez mi is volt? Hát akkor egyértelmű, nem? Nekünk nem. Te? Egyedülálló, aztán kapcsolatban. Akkor? Összevesztetek, szakítottatok és kibékültetek? Erről nem beszélünk most. Erről nem beszélünk. Aha, értem. De és mi a helyzet az új klippeddel? Köszönöm szépen, jól van. Mondom, azért hoztam a Gázolit, hogy reklámozzam az új klippemet. Mert hogy vele forgattuk Lájföldön a legutóbbi klippet. És hol láthatjuk legközelebb? De ezt még nem tudom, ez pár héten belül kiderül. Mert ugye mi a Bravo Otthon beszéltünk erről legutóbb. Igen. És akkor arról volt szó, hogy éppen vágjátok a klippet, de én úgy tudom, hogy ez már elkészült. A klip már nagyon régen elkészült, körülbelül 3 hete már készen van teljes egészében. Most éppen a promóció része folyik, próbáljuk elterjeszteni, kerestünk már meg vele televíziókat, akinek az lenne a dolga, hogy ezt a klipet játsszák rendesen. Na most ők nem akarják játszani, nem tudom, mi lesz a vége, lehet, hogy a végén csak a honlapra kerül fel, meg a YouTube-ra. Kettő még van a klip. És szerinted mi az oka, hogy nem játsszák, vagy nem akarják játszani? Hát az indok, hogy most nem a klip az oka, mert a klip az nagyon jó természetesen, hanem a zenei stílus az állítólag nem a célcsoportnak megfelelő. Hát eddig játszották a klipjeidet, akkor ez most hogy jön ide, hogy nem a legmegfelelőbb? Keresd meg a tévéket és kérdezd meg, én is kíváncsi lennék a válaszra. Akkor akár mehetnénk is együtt. Én úgy tudom, hogy a rajongóid nagyon-nagyon-nagyon várják azt, hogy ezt láthassák is. Nekik mit én is nagyon-nagyon várom, hogy valaki játssza már tényleg azt a videóklipet. A vidéki televíziók és mindenki, aki tulajdonképpen a Vétek pályafutása alatt kedves volt a Vétek zenekarhoz, mindenki bevállalta, kizárólag a pesti nagyzenei tévécsatornák nem. Nem tudom, hogy miért, pedig jóba vagyunk mindenkivel, nem bántatunk meg senkit a szerkesztőkkel, teljesen jó a kapcsolat. Valamiért mégis ez az indok. Lehet, hogy Vétek zenekar nem lesz ezek után Pesten, nem tudom. Tehát nagyon sok olyan új előadóval találkoztam, aki X-Faktorból vagy Megasztárból került ki, akiknek szintén nem játsszák a videoklipokat pontosan ugyanebből az okból. Nem tudom, hát én amúgy ezt megértem, tehát hogyha én is egy reklámszakember vagyok és profitorientált, akkor én is azt mondanám, hogy belövök egy célcsoportot 13-tól még 20 éves korig, és akkor ami zenei stílusában nem illik bele, azt nem kell játszani. Teljesen igazuk van, tehát én nem bántom őket ezzel, de tény, hogy évekig ez jól ment, most semmi más stílus nem csinál tulajdonképpen a zenekar, ugyanazt, amit régen, valamiért mégse kell ez nekik. Lehet, hogy már rossz vagyok. És akkor mi lesz a klip sorsa, hogyha mindenki azt mondja, hogy ez a nem kell? A klip sorsa az lesz, hogy mindenki játszani fogja, csak Budapest nem. Úgyhogy egyelőre ez a legrosszabb, ami történt. Jó, hát akkor remélem, hogy láthatjuk a klipedet, és látom. Akkor jó szórakozást. Köszönöm, meg lesz. Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórákwebáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk